Mindenünk elég erősek. De már fejlődünk azért. Jobshopban mi van? WC. Warren G. És Elegenda. Cruz. Ők már voltak, ők ketten. Aztán jön még Bubba Sparks. Ja. Ma hova menjünk először? Menjünk a... Pitbe. Pitbe? Ja, olvasd meg. Ezek jók, mert ezeket már lenyomtuk. De így nem elég. Mindenkit többször kell szisztematikusan nagyon verni. Egy izébből nem értenek. Egy verés, nem verés, tudod. Pont azért Sutyó Rednek, Bubba Sparks a két mexikói mellett, ez úgy érdekes. Úgy gyűlöltem ezt a pályát. Na ez az a pálya, amiről korábban mondtam, hogy ez építkezős, ezt nem szerettem. Egy idő után széttöröd azokat a fa... ilyen izé falat, és úgyhogy nincsen, ahogy így. Ugye szeretem ilyen falgrab mozgásokat, tehát ilyen volgrab mozgásokat, és idő után már nem tudod használni őket, hogy tudod összeidvaszod a pályán. Szép. Jól kezdődik ez a meccs. Jaja. Na! Hogy elfutott a kis nyomjás? Hát mi? Nem azt szoktam csinálni, amikor másnap blazingje van? Hát jó, de hát ez te vagy. Nekem szabad, én vagyok Russell Crowe. Bám! Aki abszolút nem úgy néz ki, mint Russell Crowe, de... A mi szemünkben ő az. Ez nem is Russell Crowe, az Philip Russell már inkább. Uuuuh! Azt nem is láttam meg a szemünkest. Szép. Na. Ajaj. Nem baj. Szép. Ó, pirosban van. Óóóó. Milyen személyi blazing. Elég érdekes játék amúgy az a Def Jamaica-kal, most az utóbbi időben kipróbáltam. Na tényleg, hogy tetszik? Feelinges, de ne, abszolút nem igazodok ki a játék meneten. Szóval az, hogy mikor, mi robban random, mi a keverés benne, abszolút nem világos. A karakterkreálás az is olyan elég érdekes, sokféle ruha van mondjuk benne, úgyhogy vannak dolgok, amik tetszenek, de egyértelműen nem olyan jó, mint a Fight for New York, de nekem, főleg amennyiért, amennyiért vettem, nem volt különösebben egy csalódási játék. Szerintem azért nagyon szigorúak vele, mert ugye a Def Jam Fight for New Yorknak az idézőjeles folytatása. Ha a Def Jam Fight for New York nem létezne, akkor lehet, hogy egy alulértékelt klasszikusnak tartaná. Most tényleg az ikonnak a sztória az a Fight for New Yorknak a folytatása? Hát nem, csak az, hogy ugye a következő Def Jam-es bunyós játék. Ja, úgy semmi köze nincs, de a D-Mab nem jön vissza, meg semmi ilyesmi. Csak emlegettük. Ajaj, fenyeget minket D-Mab a börtönből, hogy ne csináljunk butaságot és ne csatlakozzunk be Crowhoz. De engem fenyegetnek, mert ő próbál engem betoborozni. Szóval az mi az én hibám? Mi a fasz keze van hozzá? Ben van a sitten, ő kussolj az. Ennyire nem bízik meg benned, érted, akkor... Valahol neki kell oldani a nadrágot, már a sitten inkább kapja, mint adja biztos. Hát ja. Sokszor elejtette a szappant, hogy valami, aztán így valahol főnökösködnie kell. Én azt értem, hogy miért nem folyékony szappant használnak a börtönbe, és akkor... Azt meg igazából sikosítozza. Ugyanott tartunk aznak, hogy a baj, hogy nem jön ki senki. Amúgy olvastam a Craigden egy cikket, egy börtönőr írta, hogy oké, hogy ilyen téfiteket cáfolt meg. Mm. És írta, hogy kibaszott sok szex van a börtönben, de annak a nagyon alacsony százaléka, ilyen 3-4% az, ami szexuális erőszak. Mm. A legtöbb az ilyen konszenzuális, hogy mindkét fél benne van. Azért mégis, ha belegondolsz, 10-15 évig, 20 évig ott vannak, ki lehetnek már egy idő után.
Én akkor sem venném rá valami mexikói... Én se hiszem, hogy valaha képes lennék rá. De tudod, itt jön be az a soha nem mondta, hogy soha esete, hát szóval, hogy... Szerintem akik ott vannak, azok is azt mondanák, mielőtt lecsukták volna őket. De őszinte, én sem tudom elképzelni. De mondták, írta, hogy sokan fölvesznek direkt ilyen női szerepeket, mármint, hogy mit tudom én, megnövesztik a hajukat, meg minden, mert úgy tudnak beilleszkedni, olyan szerepet tudnak felvenni. Hát ez biztos szólón fog menni, mert kibassza a csapata a meccs után. Igen. Ezt a poén már lehet egyszer elnyomtam végig kertszer során. Na, te sem kaptunk negatív bónuszt. Csak development pontot. Ezzel pontot most ne is menjünk be fejleszteni, hogy mit fejlesztetsz ezzel pontból. Hát 2%-ot tudok rajta fejleszteni. Azért. Bubász, lehet már annyit sem, mert mindent felvittem 70-re, akkor most nem is tudnék venni semmit. Igen. Azért van, rögtön menj a bubára. Ja. Huba-buba. Én is azt akartam mondani. Sőt, én is azt mondtam. Igen. De mi volt? Huba-buba az rágó volt, nem? Igen. Ja. Az, ami nagyon nagyra lehetett fújni. Ja. Dok, you win. Oké. Okay. Most van, amit mondtál, hogy... Igen, amikor emlékszel, hogy fogadott velünk a Duck, mármint a Redman, hogy ha én tudok több helyet elfoglalni, akkor kapok 10 000 lóvét, és elvileg ott is hagyta. Ha. De megett az utolsó szelet pizzánkat. Húha, ez ilyen nagy. Mert megvoltak a mancsiai, biztos fűzett előtte. Ja. Ja. Ja, nem. Kickboxing, wrestling, érdekes kombináció. Ja. Magas a tápja meg a health-je, úgyhogy érdekes lesz. Ez a karizmája és a speedje az gyenge. Hát ja, viszont az upper body strength-je az erős, úgyhogy az ütései nagyok lesznek. Annó Eminemmel nagyon nagy ellenségek voltak, azt tudom. Sok disz volt. A sok helyen olvastam az interneten, hogy csalódás volt, hogy nem volt benne Eminem a játékban. Hát figyelj, csomó nagy rapper nem volt benne a játékban, szóval. Sokan voltak, akik az elsőben benne voltak, és a Fight for New-ban nem tértek vissza. DMX például. Hát ez majd, hogy nem olyan, mint a Baby Chrisnek a Come in my house and take my shit. Nem is emlékeztem erre a dumára. Én igen. Ebbe beleszaladt. Tényleg elég lassú, hál' az Istenre. Ha! Szép! Igazi Rednek, Tahó, Déli sutyó. Azt mondja, hogy most sikeresen elkapod, akkor vége is. Pont annyira zöld lett. Még nem fog meghalni. Tudod, bro. Kalapáccsal. Az szép. Csá. Mi is van? Betörted a koponyáját. Kalapács Józsi lecsapott. Elkalapáltam. Ja. Szöget ütött a fejébe. Azt hiszem. Mi az a recycled rerun? Gondolom az, hogy voltak bizonyos move-ok, amiket többször használtam. Hát basszom a játék, és nyertél, nem? Hát akkor meg. Az a lényeg. Ez az elkalapáltam, az pont olyan szar szó vicc, valahol olvastam egy olyat, hogy a feleségem egy főnyeremény, meg is ütöttem. Jaj. Most már menjünk azért Rollinshoz. A persze. És még valaki lesz a pitben. Egy boss. Na, hogy melyik boss? Most komolyan az a baja, hogy állandóan elmenjünk bunyózni és elfoglaljuk a klubokat. Van valamikor otthon vagy? Mostan mit ízé, Rollins, hogy... Oh, van a tournament. Akkor szerintem oda menjünk előbb, inkább. Jó. Amúgy is imádom a ketrec harcot. Jaja.
Mármint videójátékban játszani és nézni, de... Nem, igazából Mick igazából egy lokál MMO champion, tehát ja. Igazából mindenki tudja, hogy... Hát tudod, a gorillaizmaim meg a vízágyuk a vállalmon, tudod, ahogy egyesek elképzelnek. Sokat segítenek. Ott a gauntlet, azaz. One on one tournament. És elvileg itt lesz Henry Rollins is. Ebben nincs kizáró. Én úgy emlékszem, valami lesz valami bajnokságban benne, ő lesz a döntőben. Amúgy azt nem tudom, hogy említettem-e már, hogy Henry Rollins különleges a játékban, hogy tudod, a többi karakternek maximum 3 harcstílusa lehet, és te is 3-at tudsz megtanulni, neki 4 van. Ő az egyetlen karakter a játékban, akinek 4 van, és lehetetlen reprodukálni. Azt hiszem csak a martial arts nincs neki, minden más. Nem tudom mennyire punyos, de azt tudom, hogy sok bajja volt. Nekem megvan a könyve a Punk a Platon, tudom ajánlani mindenkinek, hogy jó könyv. Craig Dell azért írtak nagyon sokat a Rollinsról, milyen bunyói voltak a saját koncertjein azért. Igen, elég jó. YouTube videókat is néztem, hogy kiemel valakit az első sorból, mert valószínűleg beszólt neki valami, és a színpadon verte össze. Ja. De most már lenyugodott azóta, de amikor volt az a nagy Black Flag izémálni, akkor azért... Keményen volt az ipar. Hát nem hiába, hogy ő volt banka Batman Beyond-ba. Ja. Nagy darab agresszív állat, egy másik nagy darab agresszív állatot szinkronizál. Úgy is van. Sőt. Átment a karom a testén. A feje meg a pályám. First of all. Én estem el először. Skillszerűen. Csak pénzt kapunk kevesebbet, nem development pontot, úgyhogy... Költeni meg úgyse költünk Manit. Hát én költenék Manit, hogyha lenne Russell Cross. Igen, persze, nyilván. Szerintem a Tekkenben jobban meg tudnánk csinálni bárkit valami. Az a vicc, hogy zsírfek amennyire jól össze lehetett hozni. Masza. Őt is elég csúnyán összebasztad a játék elején. Hát itt se fog jobban járni. Ő volt azt hiszem a rohadék, aki először kinyírt miatt a... Nem? Ez a Cruz volt. Nem a Cruz, a kickboxos... Santos. Santos, az. Ja, a ring out. Igen, igen. Kérdezz csak, hogy ez jelenti-e valamit, vagy csak ilyen random... halandzsa. Nem halandzsa, ezt én is hallottam el animékbe, ez ilyen japán, ilyen szitok valamit, olyan... fasság. Ő japánok káromkodik, hogy ne kelljen kicenzúrázni, vagy valami? Ja. Tudom, nagy meharapja a végét, nem tudom. Király! Úgy is van! Ezt így imádom. 2 másodperc alatt annyi mozgást viszel be, hogy így nem is értem, hogy egy ilyen hőerőművet így lenyomna az izmot körülbelül. Most egy kicsit jobban érzem magam, mint a Free For All döntőben, wow. azért azt igen. Pótolni kell, hogy ott ezt kikaptunk egy párszor. Oj! Ez a szarul nézett ki. Király. Úgy most, ennyi volt. Ezt is imádom. Cső. Annyira viccesek ezek a move-ok. Ja. Imádom ezt a beszélést. A tehervonat, ami elütött, az én voltam van. De általános iskolai a 4. színvonal, tehát így. És én mindig mondom, kéne ennek a játéknek egy szar magyar szinkron, magyar beszólásokkal. Ja. Epic lenne. Tudod, mit söpörnek a repülőtéren? Ja.